Jó napot kívánok, 2018, a 6. hó, 20-a van? 20-a van ma? 20-a van ma, a Markó utcából jövünk, egy jó kis per után, szintén nyertünk Csányi elleni birtokvédelmi per, és ugye ez a gyalázatos parlament ma szavazza meg azokat a bizonyos törvénymódosításokat, ugye ott látjuk Orbán elvtársnak a rezidenciája, meg most már Gulyás Gergelynek a rezidenciája van, aki most vizsgálódik állítólag, hogy a vasutaknál komoly Lázár Jani komoly többletszámlázásokat csináltak, úgyhogy minden sokba kerül itten, csak a népgatyája az nem drága. Úgyhogy ma 9 órától szavazzák a topsorost, amihez úgy nekem igazán túl sok hozzászólásom nincs, de ahhoz annál több, hogy itt ma még megszavazzák azt a bizonyos Trócsányi féle törvénymódosítást, alkotmány, hogy a vélemény nyilvánítás, a népi jogokat korlátozzák. Eddig is állítólag alkotmányunk az a szarba van, és még most ezek faragnak rajta újra. Úgyhogy itt a tárgyalás után úgy döntöttem, hogy egy eljöttünk ide, Irénke is próbált hozzám csatlakozni, tedd le a kezed, hogy lásson, hogy mi van a pólódon, úgyhogy Irénke mindjárt engem is megmutat, egy kicsit csak tartod, és akkor majd én úgy mondom. Tehát először is jöttünk ezért, hogy ugye nem tudni hogyan, de biztos, hogy csalásra nyert a Fidesz 2/3, úgyhogy hazudhatnak tovább 4 évig, lophatnak, csalhatnak újra, Áder ezt engedi, sajnos a nép is, mert most se látok itt igazából jóformán senkit. Több a rendőr, mint mondjuk akik az ellen tennének, hogy ami itt a hátunk mögött, ebbe a mocskos parlamentbe mi történik ma, hogy az emberek sorsa fölött döntenek majd itten olyan politikusok, akik erre nem érdemesek. Legalábbis én nem adtam nekik arra. Tehát én most úgy vagyok vele, hogy nem a civileket kell eltakarítani, hanem a bankárok érdekeit kiszolgáló politikusokat, akik ugye vannak mögöttünk. Most biztos sokan vannak, mert 9 órától érkeztek. Hány egyébként mellettem van? Hát állítólag itt lent van az Orbán, följebb a Gergely, vagy fordítva, valahogy így vannak. Úgyhogy itt most nem sok ember van, teszünk egy kört a kis plakátommal is, a szokásos, csak ugye ebben mindig a aktuális plakátokat kell belerakni, és már működik is. És itt meg a 10 parancsolatból 3, a legfontosabb, ami rájuk vonatkozik. De a vékony aprósabb betűseket nézzétek, az, ami viszont a banki és devizakárosultakra vonatkozik főleg. És ezt nem akarja a kormány megoldani, vagy tenni a megoldás fele bármit is, hanem inkább eljárásokat és különböző ilyen dolgokat indítanak Mutasd el. Mutasd a pólódat is. Hát a pólom az a szokásos. És körbejárlak most. Jaj, de hátul nem tudom. Dehogy nem. Jó. Megoldjuk. Köszönöm. Úgyhogy most azt kellene, hát döntenek itt a utcán élésnek a szabályairól, a jogairól, és végigjöttünk itt az egész téren, és sehol egy hajléktalan, sehol egy szegényt nem láttam, de rendőrt azt igen, az van. Meg ott van a Rezsi Szilárdnak a szobra, a lovastengerész szobor. Úgyhogy mert hogy harci embert csináltak a nagy disznóból, a Rezsi Szilárdból, mert hogy mindenki a megfelelő helyen van most. Itt vannak rendőrautók, ez tele van rendőrrel állítólag. Megyünk, teszünk egy köröcskét és megpróbáljuk. Itt még tart az építkezés. Irénkének is lesz mindjárt valami plakátja. Úgyhogy az én jelszavam az, hogy üsd, vágd őket, ahol éred,
azzal is magadat véded. Irénkének van egy diktatúra plakátja, mert itt az épül. Tehát most azt szavazzák meg, hogy a diktatúra alapjai majd milyenek legyenek, hogy ők bármit csinálnak, a pofádat ki nem mer nyitni, mert azt úgyis bevarják. És szintén egy civil nevébe, ugye nem a civileket kell eltakarítani, hanem a bankárok érdekeit kiszolgáló politikusokat. Így aztán megyünk körbe, tehát üsd várd őket, ahol éred, azzal is magadat véded. De itt nem úgy néz ki, hogy itt nagyon fogják ütni ma a vasat, mert rajtunk kívül szinte senki nincs. Rendőrök cirkálnak itt mindenhol, úgyhogy nem tudjuk. Ez a nép mire alkalmas, mire nem lesz alkalmas. Mert Orbán gyáva nyúl, mindent jól lenyúl. És gyerekek, az is előfordulhat, hogy holnap te már itten ilyen plakáttal, meg ilyen kis, mit tudom én, milyen hecehucás cuccodban nem fogsz itten sétálni a parlament előtt, pláne úgy, hogy beszélgetsz egy kamerába, mert valószínű, akik itt elmentek rendőrök, azok majd befogják a szádat, mert hogy az lesz a feladatuk. Mert azt mondták nekem ma a nyugati téren a hajléktalanok, az utcán élők, hogy ők passzívan fognak ehhez hozzáállni, ott maradnak a téren. De jó emberek, hát az a parancs, az van a törvénymódosításban, vagy valahogy így, hogy elvihet a rendőr. És a téren mennyivel jobbra kintélni az utcán? Hát, hogy passzívan. Úgyhogy azt mondták, hogy ők úgy lesznek passzívak, hogy nem mozdulnak sehova, ott maradnak. Hát pedig, ha ott marad, akkor állítólag elviszik. Mint ahogy valószínű, majd engem elvisznek Orbán háza elől, a Trócsányi háza elől. Nyilván erre készül, hát ezért csinálták ezt az egészet. Csak várták, hogy meglegyen a kétharmad, mert hogy másképp ezt nem igen tudnák kivitelezni. Úgyhogy ennyit gyakorlatilag a Fideszről. Köszönjétek magatoknak, hogy rájuk szavaztatok. Majd amikor a ti seggetekbe piszkálja a kakit, majd akkor fogtok szólni, de már nem lehet, mert hogy addigra már ez a törvénymódosítás. Nézzétek, Rezsi Szilárd már duplán lovas tengerész, bár ezek nagy hazafiak voltak. Hol vannak ezek Rezsi Szilárd, vagy Rezsi Szilárd hol van ezekhez? Úgyhogy a díszőrség az ott sétál, nekik a biztos pénzük megvan, úgyhogy mit mondjunk még erről a Fideszről? Ma olvastam a egyik ilyen szennyújság félében, hogy ez a kormány a magyarok biztonságáért dolgozik. Hát elmegy a büdös picsába a magyarok biztonságáért, ha mindenkit az utcára tesz, és akkor ő dolgozik a magyarok biztonságáért. Hát hogy? Ez mind csak az úgy, hát ismerhetnék, mert még ha kérdez, akkor is hazudik. Így van. Úgyhogy Orbán, ti egy hazug csaló gazember vagytok, és most is azt csináljátok a szavazatotokkal, jogokat, emberi jogokat fosztatok meg, hogy itt majd nem lehet véleményt nyilvánítani a törvényhozás után. Ugye, uram? Bólogat. A rendőrbácsi bólogatott, hogy ez így lesz. Hogy Pista bácsi, te itt nem fogod a pofádat járatni már holnap. Úgyhogy egyetértett azzal, hogy mi lesz itt a dolog lényege. Mert hogy Orbán gyáva nyúl, mindent jól lenyúl. Látjátok, gyerekek, azok a szobrok ott mind nagy emberek, és mindnek a fő le van hajtva. A feje mind lefele van. Hát azok az emberek magas, emelt fővel jártak állandóan. Most úgy vannak a szoborral megcsinálva, hogy főt hajtanak Orbán előtt, vagy ki előtt.
Mert Orbán így rendelte, hogy az így legyen. Gyerekek, szomorú egy helyzet. Úgyhogy akárhonnan nézzük. Ezek a mocskok, ezek mindenre képesek. A rendőrség az nem is érdekel semmi. Látják, hogy csak ketten sétálgatunk itten. Tojnak az egészre. De ha 10-20-30-an itt is, ott is feltűnne egy-egy plakáttal egy-két ember, akkor bizony nem így lenne. Ott a bíróság előtt is ott volt a alkotmányos ellenállásnak valami aláírás gyűjtője. Hát én mondom, én nem írom alá, mert hogy nekik is itt kellene most lenni a Kossuth téren, csapatostól, cakli-pakli, ásóval, kapával, csákánnyal és szedni itt fel a köveket. Nem aláírás gyűjteni. Vagy itt mentek be reggel 9 óra előtt a parlamentbe ezek a köcsögök. Ott minden alá kellett volna íratni, addig nem mehetsz be. Na most szavazzál, bazd meg! De nem, gyerekek! Ó, igen, délután, hát 17 óráig van irányozva a mai parlamenti ülés. Hát 17 órakor ki lesz már itt? Én meg itt egyedül hiába jártatom a pofámat, mi a túrótér. Úgyhogy... rendőrök, turisták, és ugye festik a padokat. Nehogy ma itten valamilyen formában gyülekezés legyen, leülnek pihenni a megfáradt tüntetők. Úgyhogy ez van. Ott a Kossuth szobor. Ők azok, látjátok? Mindnek le van hajtva a feje. Ez régóta mozgat engem, hogy ez miért így történik, hisz ezek az emberek, ezek nem kell lehajtott fővel járniuk, hát ők aránylag nagyok voltak Magyarország részére. Ott jön egy kettes villamos, ott is egy szoborpark, majd mindjárt akarok mondani valamit, mint sevizás tüntető, hogy ott van még egy KH bank, az nyitva van, de itt volt egy Erste bank, az viszont be van már zárva. Azt hiszem ott a sarkon meg egy FHB bank volt, az is zárva van. Úgyhogy itt a Kossuth téren most két bank van, ott a KH bank, és emid a másik végén pedig a Budapest bank van jelenleg nyitva. A többi az már bezárta ajtóit, és mégis állítólag a bankok nyeresége az első negyed évben 160 milliárd forint Magyarországon. És gyerekek, mindez azért van, mert fizetitek, hízlaljátok ezeket a mocskokat. Mi másért születhet ilyesmi? Adok. Nem cserélünk? Köszönjük. Nem cserélünk? Ja. Cseréljünk plakátot. A nemzet gyalázat lobogója az ott lobog, úgyhogy... és közben a fejetek fölött meg szavaznak. Úgyhogy majd holnap arra ébredtek, hogy a jogaitok azok meg vannak faragva. Mert valami ellen szót akartok emelni, csodálkoztok majd, hogy joggal fog a rendőr megjelenni, és azt mondja innen neked, hogy húzzál el a picsába, mert ezt most már nem teheted. Jó lesz, ha még mondja is, és nem rögtön. Hát nyilván az a jog megmaradt, hogy fel kell szólítani, meg stb. Tehát ezek valószínű meg kell, hogy maradjanak, mert az csak akkor lehet, hogyha bűncselekmény, vagy bűncselekményt kell megakadályozni,
akkor tehetnek ilyet, hogy csak úgy fognak, azt visznek, tehát másképp ezt úgy nem igen tehetik. Jönnek, mennek itt az emberek, szépen, nyugodtan, úgyhogy nincs ezzel semmi baj. Olvassuk már be, mert nyílott fogjad ezt a időt. Olvassuk, mert ez legyen a háttérben, ez a rész. Majd még arrább is beolvassuk egyszer. Hát gyerekek, a plakátjaim, amik szólnak, ezt már ismeritek, mert ez már forgalomban van, vagy választások óta, hogy íme a dicső politikusaink, akik a saját népüktől is rettegnek. Úgy rettegnek, annyira rettegnek, hogy ma az alkotmányos, az alaptörvény, a népjogokat faragják azért, hogy nekik nyugodt életük legyen. Csak nem tudom, hogy egy gyilkosnak, a bűnözőknek hogy legyen nyugodt otthonhoz joguk, nyugodt életük. Én szerintem ez nekik nem jár, tehát amíg lehet, én a lakásaikon is, meg bárhol, ahol érem, én fogom őket arra emlékeztetni, hogy igenis, ti bűnözők vagytok, nektek nem jár ez a jog. Hát ez is egy régi plakátunk, ugye, amiért én gyakorlatilag nem fizetem ezt a deviza alapú kölcsön forintosításból eredő uzsorát, mert hogy a BTK 381-es paragrafusa szerint ez uzsora. Tehát ezért nem kell visszafizetni sem. Én nem is fogom, majd látjuk, mi lesz belőle. És ugye tudjuk, hogy a kétharmados választás az mi lett, hát annak a jegyébe ezek a mocskok ma megint itten összebújtak, összedugják a fejüket, az ellenzéktől semmilyen komolyabb nagy vitát nem hallottam, hogy helyde zúgolódtak volna ellene. Topsoros ellen tettek egy pár mondatot, a tévében lehetett hallani, de amúgy, hogy ezt a utcán élési jogot, törvényt módosítják, meg a vélemény nyilvánítás, a gyülekezési jogot faragják, arról viszont az ellenzéktől nem sokat lehetett hallani. Úgyhogy kétharmaddal nyertek, annak tudatában most faragják a te jogaidat. Tehát amit már egyszer beolvastunk, hogy hazudhattok, lophattok újra 4 évig. Áder engedi, de a nép is sajnos. Ezt láttuk az előbb, itt jöttünk egy kört, gyakorlatilag senkit, úgy igazából turistákon kívül a téren nem láttunk. Most egy kicsit még megyünk, mert itt már nincs sok keresnivaló, mert ugye ezek a mocskok már bementek, mire mi végeztünk a bíróságon, így aztán még egy kis kört teszünk, és akkor ott jártak most beállítólag kocsival, hogy van őrség, dupla is, rendőrség is. Úgyhogy mi itt még visszamegyünk egy kört, és akkor utána ott a főbejárat előtt a oroszlánoknál, ha megy még ez a izé, akkor azt. És ott csinálunk majd emilyen képet is, egy kicsit a kettes Willinger, az jön, megy, jár, jó napot kívánunk. És ezzel így most bebizonyítják a rendőrök, hogy látjátok, hogy van joga a népnek, mert itt flangálhat plakáttal, meg izé, persze, 2 ember. De ha 10, meg 20, meg 30, meg 50, meg 100 lenne, akkor viszont már szaros lenne a gatyájuk, meg 100 000 lenne, már szaros lenne a gatyájuk, és azt se tudják, hogy mit csináljanak. Melyik sarokra tegyék a vízágyút, a gumilövedéket, mert bizony, és akkor elkezdenénk dobálni tojással a parlamentnek a falait, meg ezért, hát nem tudom, mit tennének ezek a szolgák. De hát nekik ez a dolguk, parancsot teljesítenek. Lassan nyit a parlamentlátogató központ is. Ott szedik a nagy nemzeti lóvét. Állítólag EU-s polgároknak van kedvezményük is.
Úgyhogy kezd éledezni lassan a Kossuth tér. Bent meg ugye nyomkodják a gombokat. Orbán azt mondja, most igent nyomjál, akkor igent nyomnak. Ha nemet nyomjál, nemet nyomnak. Ez a jelszó, gyerekek. Hát itt más nem történhet. És nem veszitek észre, hogy milyen embereket küldtetek ide a parlamentbe. Akinek azt mondják, hogy fekete, akkor az azt mondja, hogy fekete, még ha fehérnek látja, akkor is. Ugyanúgy van a peres eljárásainkban is. Van, amíg bírónak azt mondja Csányi Sándor, hogy fekete, akkor az fekete. Még ha ő fehérnek látja, akkor is. De hál' Istennek van olyan bíró is, aki azt mondja, hogy már pedig Sanyikám, ez fehér. Hiába mondotta, hogy fekete, ez akkor is fehér. Orbán gyáva nyúl, mindent jól nyúl! Hazudik, lopcsal! Még. Hitván gyáva! Milyen jó lenne, itt is beleszólna valaki, ott is beleszólna valaki. Igazatok van, vagy mondaná, hogy húzzatok el a picsába, vagy valami. De senki itten, se egyetértés, se ellentmondás, semmi. Gyerekek, egy nagy. Majdnem ugyanaz van, mint a hajléktalan mondta ma reggel a nyugati téren, hogy ő passzív lesz ez ügybe, én itt fogok a téren maradni. Gyerekek, ez jó megoldás, igen. Itt fogsz a téren maradni, amíg a rendőrbácsik hagyják. Mert a törvény az úgy szól, hogy a rendőrbácsik el is vihetnek, ha... De hát ezek úgy is mennek majd egy felszólításra, nem kell itt különösebben majd... Nem tudom, mikor fog ez törvényerőre emelkedni, de ezek aránylag rövid idő alatt szoktak, olyan 15 nap. Azt hiszem, a közlönyben, vagy hol kell neki megjelenni, és akkor azt hiszem úgy emelkedik. Tehát ebben úgy nem vagyok tájékozott, hogy hogyan, miként. Hogy? Mit? Hát sárga pólóban nem mehetsz oda. Oda, mikor megy az a kút. Hogy gondoltad? Be, majd neked... De az nem sárga pólóban volt. Meg ilyen feliratos sárga pólóban. Hogy gondolod te, hogy majd át lehet menni ilyen hűsítő tereken? Hát mit képzelsz te? Hát a népnek egy külön faja vagy, mert sárga pólót húzol fel. Hát nem úgy van az. Amire nagyon büszke vagyok. Na, köszönjük szépen. Tehát Irénke még a hűsítő vízről is lemond, de akkor se veti le a sárga pólót. Nem. Ez igen. Gyerekek, így kellene kiállni. Nektek is utcán élők, meg bankárosultak, meg Orbánkárosultak. Mindenkinek így kellene kiállni. Az ellenzék most ki se rakta az EU zászlót. De mikor volt? Mikor az élő lánc volt. De akkor kint volt itt az egyik ablakban. Amikor Rita erre járt előtte, azt mondja, hát itt állandóan kint kéne lenni. Ott szokott néha... Itt valamelyik ablakban. Állandóan kellene. Na irénykedtem, majd csináljál egy-két fotót rólam, jó? Majd csinálok rólad is valamelyikkel. Vagy odaálltál először, azt csináljunk? Hova? Ide az oroszlánhoz. De én tőlem maradhat. Tessék, hogy... Hát azért letartóztatnak, tehát csak oda a láncig. A lánchoz ne érjél, mert az nem a... Irénke közel akar menni a lánchoz, és a rendőrbácsik mindjárt nem engedik. Úgyhogy... Mondtam, hogy ne érjél a lánchoz, mert az baj.
Holnap már ezt se teheted meg, hogy ide álljál. Jó, készen vagyunk ezzel. Mert ez így működik. Hát te már szodat? Dehogy nem. Csak vártam, hogy kiörült magad. Én nem megyek olyan közel, mert nem érdekel. Oda van. Úgyhogy kedveseim, most egy kis fotózkodás következik. Rendőrbácsikkal, stb. A parlament a háttérbe, mert lassan befejezzük. Ez meg van, szóljam, akkor fordítok. Gyerekek, a 10 parancsolatból 3, de ezeknek mondhatod, mert úgy szól a sárga rózsa is, hogy... Mert a sárga rózsa dalba is énekelte az orán, vagy ki énekelte, már nem is tudom, hogy... El ne hidd, hogy nyílik még a sárga rózsa, el ne hidd, hogy megváltoznak vezényszóra. Ugye? Ugye? Szóval épül a diktatúrán, gyerekek, de nagyon fog meg, légy szíves. Irénke, a harcos, tessék, most szavazzák meg a diktatúra újabb oszlopát, hogy a nép jogait korlátozzák, és erre a Fidesz nagyon alkalmas, mert Orbán azt mondja, hogy igent nyomjál, akkor igent nyomnak, ott mese nem lesz. Hiába mondják azt, hogy ők fehérnek látják, Orbán feketének látja, akkor az fekete lesz. Nem lesz ez mindig így, az Orbán... meglepődni, mint a fehér tehén. De jó, hogy legalább a népbe ez a kis remény maradt, hogy majd nagyot fog koppanni. Csak mi a picsától fog koppanni ez a kis köcsög, ez a kis geci? Mitől? Meglepődik, mint a ettől, fehér ettől, ami tehén. Itt van, hogy a hajléktalanok mind itt vannak a téren, ettől fog Orbán koppanni. Na ne hülyítsetek már! Bocsánat. Ugyan már. Még 20 évig a díszőrség itt fog sétálni, úgyhogy senki nem zavarja őket. De őket nem is szabad, hát ők végül is egy ilyen nemzeti szimbólum, tehát őt nem is szabad zavarni, az ott rendben van. Én odalátod, nem is menni. A mocsok az itt kezdődik, emberek. De az nem az Orbán, nem az ország. A mocsok itt kezdődik, a mocsok itt zajlik. De csodálja a fáta, ahogyan mennek. Jó, a múltkor épp elkaptam a díszőrséget, mikor váltás volt. Itt rendőr áll, meg őr, az a kormányőr, akkor itt áll két dobos, akkor itt fel vannak sorakozva a váltó személyzet, és akkor innen egyenesen lemennek, és akkor ott egymásra szemben cserej, beremeg minden, és akkor a kivonják az zászlót, este, mikor a zászló levonás is van, akkor megfogják 6-8-an a zászlót, és arra elvonulnak innen, a dobosok elmennek mögéjük, és akkor szépen elmasik. Minden. Reggel felhúzzák, este meg levonják. 6 óra körül, vagy hogy jártam minden, és akkor... Hát ugyanígy ezek a rendőrök, meg kormányok, persze. Mert ide kéne fölhúzni a mit? Sárga polosoknak a mondandóját. Ja, persze, a függőleges állásban majd, ami késik, nem múlik még. Tehát úgy, ahogy mondta az előbb Irénke, hogy a remény, úgy majd nagyot fog koppanni. Gyerekek, itt ma senki nem koppan, csak a nép. Ezt higgyétek el. Senki. Majd akkor ébrednek fel, amikor már késő lett, és mindenki benne lesz. Akkor meg már hosszú. Addigra már el lesz nyomorodva, hát ki se fog tudni mozdulni. 9 óra 57, gyakorlatilag rövidesen úgy az 1 óránk lejár. Nem is tudom merre kéne, hogy a 4-es, 6-os villamos nem jár, akkor merre is kéne most menni.
majd kitalálom. Nyugati bejárat. Ott álljunk, kérem, ezt a három. Majd valamit kitalálunk. Úgyhogy... Vagy a négyesre, na. Mert a négyes a keletibe megy, az nekem nagyon fasza lesz. Mondom, hogy átszállsz a három. Persze, tudom. Szóval... Jó, hogy nem a kamerába megy. Még félreértik a hajléktalanok vagy azért. Na, lassan elmegyünk, jó? Úgyhogy körbe mutattam, hogy mennyien vagyunk, hányan vagyunk. Tehát sajnálatos. Sajnálatos, és épp ezért itt előttünk, mellettünk, hátunk mögött, mindenhol jönnek, jönnek, mennek a rendőrök, és... Üzennének, hogy a többi sárga pólós hol van, teszik a dolgukat. A többi sár, így több van. Több helyszínre kell, hogy menjen. Így van. Ma például két bírósági tárgyalásuk van, az egyik Monoron, a másik itt volt Budapesten, akkor rendőri kihallgatáson vannak, vagy ketten, vagy meghallgatáson, a jóisten se tudja már. Mert hogy... Mit? Mert hogy a Orbán kormány az, ahogy mondta 2010-ben, ő nem fog vízágyúzni, ő nem fog gumilövedéket használni. Hát most már tudjuk, hogy Orbánnak mi a szisztémája, milyen fegyvereket használ. Tönkretenni, ellehetetleníteni, megnyomorítani. A rendőrök ébérért sértának itt a téren, védik ezt a szaralakot. Ők maguk megmondják, hogy ha egy szemüveget kell cserélni a gyereknek, 3 hónapot kell rá gyűjteni, hogy tudja fizetni a hitelét, meg a hizet. Nincs ezzel semmi baj. Egy a lényeg, van biztos fizetésük, amit ez a szaralak biztosít nekik, és úgy néz ki, hogy munkát is a mai szavazatukkal, munkát is adnak a rendőröknek ma. Úgyhogy, mert hogy eddig is volt eltakarítási feladatuk, mert hogy eltakarítási feladatokat is elláttak, de eddig plakátot szedtek le Orbán kerítéséről, Trócsányi kerítéséről, házáról, Csányiról, ott tartottak őrséget. Most olyan feladatuk is lesz, hogyha itt letelepedne egy hajléktalan, azt el kell innen vinni valamilyen úton, módon. Lehet, hogy lett majd hozzá ilyen daruskocsijuk is, amivel, hogy ne fogják meg a koszos embert, de nem hiszem, hogy biztosítanak ilyet a rendőröknek. Vigyétek, ez a dolgotok, ezért kapjátok a ébért. Úgyhogy lassan a túránk végére érünk, és befejezzük ezt a... Jönnek, mennek itt a őrség, de a nép az ellenállása sehol. Sehol semmit nem látni. Hogy? Tiszta üres minden. Hát nem tudom. Nem tudom, de jönnek állítólag, az a lényeg. Az a lényeg. Úgyhogy. Úgyhogy kedveseim, lassan a gazminisztérium, ott terjesztették elő igazából ezt a mai törvényt. Úgyhogy már valamit lehet, hogy meg is szavaztak, már az egerek azok húznak elfele. Úgyhogy lassan azt hiszem befejezzük ezt a kis túránkat. Irénkevel a diktatúra plakát találjál még ide, légy szíves ide. Nem baj, ha rendőr bácsik, nem kell olyan közel menni. Ne, nehogy szó érje a ház elejét.
Nos, emberek, a mai tevékenysége a parlamentnek diktatúrát építeni. Faragja, nyesse a jogaidat, hogy ezt már nem igen fogod tenni, vagy nem teheted. Ezt a törvénymódosítást fogják ma itt megszavazni. Hát az, hogy a házaikhoz még a közelébe se mehetsz, vagy az utcába se, gyakorlatilag olyan, mintha eltiltanának, vagy távoltartást rendelnének el a házaiktól, csak most törvénnyel. Ezelőtt ezt úgy csinálták, hogy ítéleteket bíróságra bízták, és ítéleteket hoztak, hogy 60 napra most nem mehetsz Lázárhoz, vagy Rezsiszilárdhoz, nem mehetsz a Bónához, nem mehetsz az Orbánhoz, nem mehetsz a Csányihoz. Hát van, akit már másfél éve eltiltottak Csányitól, de ő még most sem mehet, de Budapestre se. Tehát gyerekek, most nem kell majd ilyen, mert itt van. A diktatúrában ugye bármit megtehet, csak int a rendőrnek, hogy hopp, vigyed, és már viszik is. Én részemről azt hiszem, ezt befejeztük, úgyhogy Irénkével elbúcsúzunk ettől a parlamenttől, mert hogy üsdvárd gőket, ahol éred, azzal is magadat véded. Hajrá, sárga pólusok! Hajrá! Orbán, gyáva nyúl, mindent, jó lenyúl! Hajrá! Lop, hazudik! Jobb csal hazudik, így van! Hajrá!